Apáról fiúra című sorozatunkban Móricz Lászlóval beszélgettünk. Móricz Lászlóval beszélgetek, táncház, Dunaföldvári Néptánc, kezdetek. Kezdetek első pillanat? Első pillanat nekem a tánccal úgy alakult, hogy 8-kal, tehát 73-74-es tanévben jött Földvárra egy új énektanárnő, aki, mint tudjuk, benne volt a néptánc mozgalomban. És nekünk úgy adta át ezt, hogy létrehozott egy kis csoportot. Ugyan még nem tájegységnyi táncokat táncoltunk, hanem egy helyi, lakodalmas, úgynevezett hagyományőrző táncot. És ezzel jártunk itt a környező településeken az akkori seregszemle keretében. Azért a neve hangozzék el ennek az énektanárnőnek, mert ő már nem egyszer fölmerült. Én úgy emlékszem, hogy őt Molnár Juditnak hívták. Egy nagyon kedves, hát nyilván kezdő tanár, aki nagyon agilis és szeretre méltó volt. Még úgy gyerekeként, főleg. Ő népszerű pedagógus volt. Igen. Aztán, hát sajnos nekem azzal a tanév végével megszakadt egy kicsit a néptánccal kapcsolatom, mert én Dunaújvárosba kerültem középiskolába, és elsőben bejáró voltam, ami már eleve kizárta azt, hogy én bármit is tudjak a tanuláson kívül, meg az iskolán kívül csinálni. Aztán másodiktól kezdve volt kollégium, ott meg sajnos a vezetők nem engedték, hogy bárhova is járjunk. Amikor felvetődött az, hogy te ebbe a közösségbe belépj, akkor annak a néptánc volt az oka, vagy a közösség szívó ereje, egyáltalán egy olyan korú gyerek, az fel tudja-e mérni a népi értéket, mint olyant? Mármint az első? Így van, 73. Hát mindenképpen az, hogy egy új dolog, egy érdekes dolog, és mivel a szüleim is sokat táncoltak, igaz, hogy nem néptáncot, hanem csak emlegették, hogy de jó volt eljárni táncolni. Hova? Hova jártak? Itt Dunaföldváron volt egy úgynevezett Stefánia, ahol lehetett élőzenére táncolni. Ez néptánc volt? Vagy nem, ez szórakozás pusztán. De maga a tánc szeretete, az, hogy ahogy beszéltek róla, az nekem adta, hogy na hát, ha itt van ilyen lehetőség, akkor én is megpróbálom. Mondhatjuk, hogy a véredben van? Az biztos. Ez így van. Családi vonás. Van testvéred ő is? Érdekes módon ő nem. Akkor mondhatjuk, hogy apáról fiúra. Így van. És az a közösség, amiben érkeztél, ugye az egyrészt csinálta a táncot, másrészt hordta a ruhát, tehát egy megjelenési forma, nem csak mozgásban, hanem külsőségekben is. Ez hogyan hatott egy gyerekre? Hát, először is, mint érdekesség, hogy na, ilyen ruhát fölvegyek én, amit az előtt több száz évvel esetleg, vagy de mindenképpen több tíz évvel hordtak. És honnan volt ilyen ruha egyáltalán? Hát a művelődési házban. Karcsi bácsi, Göcinger Karcsi bácsi, hogy honnét szerezte be, azt nem tudom őt, viszont gyűjtésből is, helyi. Elmentünk házakhoz, és megnéztük, hogy megkérdeztük, hogy nincs a padláson esetleg használaton kívüli csizma, vagy kalap, vagy esetleg tényleg konkrétan nadrág, mellény, ilyesmi. Te is mentél személyesen ilyen gyűjtésekre? Hát nekem nagy szerencsém volt, Tummeleszel nem kellett mennem, ugyanis a régen szembe szomszédtól kaptam például a csizmát, vagy egy csizmát, amit a későbbi időkben madocsai táncoknál
azt használtuk, hogy, mert az kimondottan erre a tájegységre jellemző. És az olyan csizma volt, hogy rá lehetett ülni a szárára. Igazi, úgynevezett birgeri, kemény szárú csizma. Tehát nem horpat be elbírta az embert. Így van. Néhány ruha még a mai napig megvan nálad. Megbizony. Miért? Hát, nagyon sok emlék köt hozzá. Mert amit én a néptánctól kaptam, az... Hát nem, azt nem mondom, hogy nem adnám oda esetleg egy új nemzedéknek, hogy ők is kipróbálják, de néha jó elővenni, megsimogatni, megnézni. Azért szálazzuk szét, hiszen ez egy ilyen kicsit emlékező portré sorozat, hogyha adott neked valamit, leltál szerint, meg tudnád nevezni, hogy mi az, amit adott? Hát egyrészt a közösségen kívül az emberi kapcsolatok, ami volt, mert hát hetente két próba volt, ugye az 3-4 óra minimum, plusz még utána nem szaladtunk hamar haza. Szerencsére a művelődőségháznak az adottsága volt az ifjúsági presszó, és oda be lehetett ülni, és ott jókat beszélgetni. Másik része pedig, hogy szinte bejártuk Európát. Több turné is volt, erről is szó esett. Te melyiken vettél részt? Én, mivel a középiskolában, hogy én Dunaújvárosba jártam, így lemaradtam a görög útról, meg a portugáliai útról. Viszont eljutottam már Franciaországba, az volt az első. Aztán voltam Szicíliába. Utána pedig nekem jött a néphadsereg, ugye a kötelező bevonulás. Viszont az egy másik történet, mert az első hónapot kivéve én végig ott is táncoltam. Zalaegerszegen voltam katona, és ott volt egy főhadnagy, akinek szíve ügye volt a... hogy is mondjam ezt a... Táncházas mozgalom, néptánc mozgalom? Nem csak a néptánc, mint a kultúra úgy en bloc, mert voltunk mi néptáncosok, jó páran. Volt egy Zala Honvéd táncegyüttes, igaz, hogy csak fiúk voltunk, tehát ott nem voltak lányok, de hát lehetett csak férfi táncokat táncolni. Ez milyen színvonal volt? Mert a földbelülről tudjuk azért, hogy szinte országos, sőt nem is szinte országos színvonal ez a zalaegerszegi hadsereg. Hát a Zala Honvéd az általában 5-6 fős kis-kis kamara csoport volt, nagyon. De hát mivel más honvéd a nemzeti néphadsereg honvéd tánc együttesen kívül nem volt más zaleg, más laktanyákban. Az egész országban csak a nagy honvéd volt és az zalaegerszegi? Én úgy tudom, igen. Akkor azért kiemelt figyelmet kaphattatok. Hát, hogyne. Hát mivel volt egy a színjátszó
csoport is, ami abból állt, hogy a színművészeti főiskolára előfelvett srácokat oda vonultatták be. Tehát így volt egy színis csoport, ja, volt egy kis beat együttes, és voltunk mi néptáncosok, és így jártunk a hadosztály laktanyájába a többi sorállományú katonának műsort adni. Azon kívül a Balaton mellé a tiszti üdülőkbe. És már ez volt nagy dolog, hogy nem kellett mennünk gyakorlatra, őrségbe, sehova, mert reggel 8-tól este vagy éjfélig volt minden nap könyvünk, mert kellett menni próbára. És ez olyan nagy dolog volt, hogy abban az időben már ott az Alegerszegi Művelődési Házban volt egy tükörrel, balettrúddal, légkondicionált nagy próbaterem. És ott igaz, hogy magunknak csináltuk a zenét, magnóra, de azért tanulgattunk. Ja, ezen kívül részt kellett vennünk, vagy részt vehettünk, de aztán végül is már részt kellett venni az Alagerszegi Városi Táncegyüttes próbáin. Tehát így nem távolodtam el a nagyobb közösségtől sem. A hadseregben ki volt a művészeti vezető? Ahogy mondtam, csak magunk. És a városi táncegyüttesnek volt a vezetője, aki Orsovszki István, aki országosan elismert nagy koreográfus volt, sajnos. A sorozatnak a lényegi magja a táncház mozgalom is, tehát nem pusztán a néptáncról van szó, táncházról. Táncházban, akár Zalaegerszegen, akár katonaként, akár földvári táncosként szerepeltél-e? Nagyon nagy szerencsénk volt ilyen szempontból, mivel mondtam, hogy minden nap, egész nap kint lehetünk, és volt a művelődési ház. Az emeletén volt ez az említett próbaterem, viszont az alsó szint, az egy hatalmas nagy terem volt, és ott nagyon sokszor, már abban az időben rendeztek táncházakat. Amin öröm volt részt venni, mert új ismeretség. És ott milyen szerepet töltöttél be egy ilyen táncházas rendezvényen Zalaegerszegen? Hát az, hogy én soha nem voltam olyan tehetség, hogy én kiálljak középre, és akkor na, azt csináljátok, amit én mutatok. Az viszont volt tehetségem, hogy amit a középen táncház vezető tanított, azt a mellettem álló civileknek tudtam segíteni, hogy figyelj, ezt így tedd, ne lábad úgy, ne erre lépjél, és akkor nagyon, mert tehát a táncháznak ez a lényege, hogy a sok embert, civil bevonjunk a táncba. És mi a véleményed, mennyire voltak erre fogékonyak az emberek, mennyire volt sikeres? Hát a másfél év alatt, amit én ott eltöltöttem,
azt lehet mondani, hogy az első harmadba még nagyon kevesen jöttek el, viszont a második részben egyre közelebb a leszerelésemhez nagy tömegek voltak. Főleg, amikor volt egy néptánc találkozó, mert akkor nem, hát jó, hát akkor ott voltak ugye maguk a néptáncosok, de érdekes, mert ők vonzották a városi fiatalokat is. Százakra kell gondolni? Ezrekre netán? Hát sajnos a hely adottsága miatt ezrekről nem beszélhetünk, de százakra ja, mindenképpen. Ahogy megforogtak, tehát ahogy a napról napra nem ugyanazok voltak, vagy ugyanazok voltak? Nem. Tehát valószínű, hogy minden táncházban más jött el. Mert az ország minden pontjáról. A táncosok mindenképpen a fesztivál miatt, de egyébként a tánc, vagy az rajtuk kívül az a Zalaegerszeg nagy vonzás köréből, mert Szombathelyről is, Kapuvárról, szóval tényleg. A nyugati Magyarország. Így van, nyugati rész, igen. Térségből. Térjünk vissza Dunaföldvárra. Az ottani táncos gyakorlatok, amit folytattál, az mennyiben tudta élőnek tartani azt a tánctudást, amivel innen távoztál? Vagy netán hozzátett? Tehát arra gondolsz, hogy... Tapasztaltabban jöttél vissza Zalaegerszegre, Dunaföldvárra? Hogyne, mindenképpen. Egyáltalán visszatértél a tánccsoportba? Vissza. Hát ez egy kicsit furcsa dolog, mert amikor visszatértem, addigra sajnos már a régi, a Földvár tánc együttes, az feloszlóban volt. Férhez menetel, megnősülés, már elköltözések, meg főleg az, hogy a Budapestről járt a Salamon Attila művészeti vezető, ő már nem, tehát ő abba hagyta. És így az a csoport, az ilyen mondanám, megszűnő félben volt, viszont volt a Mádi Magdolna által vezetett új táncegyüttes, és amikor leszereltem, én kérdeztem Magdit, ha mondhatom így, mert hát a viszonyban voltunk, hogy táncolhatnék-e. Nem, bocsánat, pontosabban ő kérdezte, hogy táncolnék-e nála. És akkor mondtam, hogy bemegyek egy próbára, és akkor megmondom, hogy mi lenne. És ő, vagy pontosabban az első próbája szemle után nekem nagyon megtetszett maga az együttes, a táncanyag, amit táncolnak. Ez Dunaföldváron vagy Pakson zajlott? Itt, szigorúan Földváron. Ez úgy volt, hogy nem sokkal később indította Magdi a Paksi együttest is, és először, ha mentünk egy turnéra, akkor Paksról hozott jó táncosokat. És akkor ez így lassan-lassan így átfordult a dolog, hogy már végül már a paksiakkal ment egy-két földvári a turnékra. Mert aztán hát én is, amikor 89-ben
érdekes volt ez az évszám, mert akkor a politika ugye a rendszerváltás, de nekünk nagyon nagy dolog, mert én júniusban kezdtem Pakson dolgozni az erőműben, addig ugye itt Földváron voltam, és könnyen tudtam járni próbákra, de ahogy lekerültem az erőműbe dolgozni, hát hajnalban nagyon korán kellett kelni, és az nem lehetett összeegyeztetni, hogy este későig próba, jól elfárad az ember, hajnal meg korán kelljen, hát nem bírtam egyszerűen, pedig akkor még 29 éves voltam csak. És június 12 volt a munkakezdés Pakson, július 29-én pedig házasságot kötöttem a feleségemmel. Úgy alakult, hogy még 90-ig még táncoltam, de addigra már, hogy már nem fért bele a családba még a próba is. Két kérdés van még itt a végén. Neked van rálátásod azért Dunaföldváron, paksi működésben is beláttál, zalaegerszegi történésekben. Ebben az időszakban milyen íve volt a táncházmozgalomnak, a néptáncmozgalomnak, hogyan látod te a mai naphoz képest? Jobban értékelték akkor, vagy ma van ennek inkább reneszánsza? Mi a véleményed? Hát sajnos a mai dolgokat nem tudom, hogy ma hány helyen, mennyi részvétellel van táncház, de amíg én csináltam, addig komoly létszámmal mentek táncházak is. A sima próbák, tehát ott volt Szekszárdon, vagy akárhol az országban egy néptánc fesztivál, olyan emberanyag gyűlt össze, nyilván minden, szinte minden komolyabb városból, mert hogy én ott meg akarok jelenni, mármint hogy együttes. És olyan táncházak voltak, hogy hát alig fértünk el egymástól. Aztán nem tudom, hogy mondom mai nap, hogy mi lehet. Apáról fiúra, ez ennek a sorozatnak a címe, te már örököltél a szüleidtől, hiszen szó volt erről, és hát a gyermekeid? Hát két lányom van, a fiatalabbik lányom. Igaz, hogy nem néptánc, hanem ő először mazsoret volt, aztán pedig a Zsigec táncegyüttesbe táncolt. Ami nem a népi kultúra, tánckultúra, de nem népi tánckultúra. Nem, de mégis a mozgás, a tánc. Szóval ugye, hogy a szüleim se néptáncosok voltak, igazából nem tudtam úgy a néptáncot továbbadni, de magát a tánc szeretetét igen. Másik gyermek? Ő inkább, ilyen lány létére, ő inkább a műszaki vonalra terelődött, irányultott. Nem bánod, hogy nem oltottad be őket jobban ilyen néptáncos kultúrával? Hát most, hogy újra találkoztam, hogy a munkatársaim, akiknek a csemetéi Földváron újra a nagy együttesbe táncolnak, és hallom, hogy milyen jó közösség van megint, így igen. Hogyha visszatekintesz a saját életedre és az életedben ennek a táncos szeletnek a jelentőségére, hogy ítéled meg ma? Elegendő annyi? Túl sokat foglalkoztál vele, vagy többet kellene tenned, vagy kellett volna tenned? Hát azt hiszem, hogy
a magam részéről én mindent megtettem a táncért, de én meg is kaptam a tánctól, mert például képzeld el, hogy Olaszországban táncoltunk a lelátó elé felépített színpadon, és a lelátón 15 ezer ember ült. De az egy olyan érzés, hogy ezen kívül például Milánóban, ahol az evezős verseny van, ott, mint itt Szegeden a Matyér, ugyanúgy ott Milánóban is van egy ilyen állóvíz, és ott is van egy lelátó. És a vízen volt egy színpad, és ott táncoltunk. Az megint egy óriási dolog. Ja, és a harmadik, ami tényleg olyan, hogy Franciaországban megvolt az előadás, és akkor szalad oda egy ember, hogy állj, állj, nem tudtuk értelen, hogy mi újság, hát, hogy ő magyar, és meghívja az egész együttest, úgy, ahogy van buszostól, kövessük az ő autóját. Mentünk, és egyszer mindenhol csak szőlőt láttunk. És a nagy ültetvény közepén ott volt az ő farmja, ahol, mint kiderült, magyar létére ő állítja elő a híres Szaninak, meg Hennessy konyakot. És ott úgy megvendékelte az együttest, csak azért, mert magyarok vagyunk, hogy ilyen, ami nem most a tánccal kapcsolatos, de óriási emlékek vannak. A közösségteremtő erő az idáig elmúlt. Igen. Ha egy mondatot mondhatnál, és mondhatsz most egy olyan nézőnek, aki azon gondolkodik, hogy valamivel foglalkozzon, ami kultúra, netán nemzeti kultúra, hogy szólna ez a mondat? Na, mindenképpen ajánlanám a néptáncot. De nem csak azért, hogy ilyen helyekre eljusson, hanem maga az, hogy olyan táncokat táncol, hat, amit a régiek táncoltak. És úgy, ahogy ők, mert hát ugye nagyon sokan kimentek Erdélybe gyűjteni, és a Magyarország, a nagy Magyarország összes tájegységéről, mint mi is táncoltunk. A vérünkben van, és a vér nem válhat vízzé? Ez így van. Ma esti adásunk bármikor megtekinthető weboldalunkon. A kábel televízión ismétléssel péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!